Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A mögöttem látható műanyag alkatrészek tulajdonképpen TV talpacskák. Ezekkel a műanyag darabokkal nagyon kevesen találkoznak ilyen állapotban, ugyanis mire kikerülnek ebből az üzemből, már krómozottak lesznek és a boltokba úgy kerülnek. Új gyártósort avatott a Galván Plastic Kft. Székesfehérváron, erről lesz szó a mai Esti Mérlegben. A Galván Plastic Kft.-ben többek között ilyen TV-talpakat galvanizálnak, de az autóipar számára is gyártanak dekor elemeket. A piaci igények évről évre nőnek, amivel a fehérvári vállalat szeretne lépést tartani, ezért egy új galvanizáló sort építettek, ami négyszer nagyobb kapacitással dolgozik a réginél. Székesfehérváron 1993 óta vagyunk jelen. Első lépésben a nehéz cementöntőnek egy részét vásároltuk meg, és a műanyag galván üzemet 1998 óta üzemeltetjük. Magát a céget, amelyik a műanyag galván üzemet működteti jelenleg, azt 1989-ben alapítottuk, tehát jövőre lesz 30 éves, most 29 évesek vagyunk. Először kereskedelemmel foglalkozott, és 98-tól foglalkozik galvanizálással és műanyag fröccsöntéssel. Mi változott tulajdonképpen a 30 év alatt? Hát a 30 év alatt nagyon sok minden változott. Elsősorban a szemléletem, ugye én korábban állami alkalmazott voltam, mint hogy mindenki azt csinálta annak idején, és nem volt könnyű megszokni a vállalkozói életet. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, lelki folyamat és személyiség fejlődés folyamat is volt az életemben, és természetesen a körülmények is változtak. Hát ugye más feltételek mellett dolgoztunk 30, 20 vagy 10 évvel ezelőtt, a világ rendkívüli módon felgyorsult, a követelmények ugrásszerűen megnőttek, a változást szinte napról napra kell követni, egyébként az ember lemarad. Ezért is van az, hogy most itt vagyunk egy ilyen új üzemépületben. Már volt előtte is egy gyártósor, egy galvanizáló sor. Ahhoz képest egyébként ez az új sor mennyivel modernebb? Mi az, ami újszerű benne? Az első galvánsorunk, amikor elkezdtük üzemeltetni, már akkor is egy elavult galvánsor volt, és egy viszonylag rossz helyszínen építettük fel. Alacsony volt a belmagasság, ezért a későbbiek folyamán, amikor korszerűsíteni szerettük volna az üzemet, akadálya volt a belső magasság a korszerűsítésnek. Tehát ott el kellett fogadni, meg kellett kötni azokat a kompromisszumokat, amelyek nélkül nem lehetett mondjuk jobbá tenni az üzemet. Ehhez képest ennek a galvánsornak az épülete, a belmagasság ugye már rögtön 12 méter magas, tehát itt kedvünkre alkothattunk, olyan megoldásokat hozhattunk be az üzembe, amelyeket elképzelhetetlen a jelenlegi helyzetben az egyes galvánsorra megvalósítani. Ami a vegyi technológiát illeti, abban nagyon nagy különbség nincs. A vegyi technológia megvalósításában viszont óriási különbség van. Tehát itt olyan műszaki megoldásokat tudtunk alkalmazni a kettes galvánsornál, amelyek következtében a technológiai serejt, ami folyamatosan végigkíséri magát a folyamatot, ennek a mennyisége jelentősen lecsökkent. Annak következtében, hogy a műszaki megoldások alkalmassát tették a vegyi technológiát is egyfajta finomabb beállítás, egy finomabb vezérlésre. Galvanizálás. Fejtsük ki, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, és mi az, ami készül ezen az új gyártóson? Hát a műanyag galvanizálás egy érdekes dolog, mondhatnám, hogy a fából vaskarika, tehát próbálja meg az ember egy egyébként áramot nem vezető felületet galvanizálni elektrokémiai úton. Ugye ez nyilván első blikre úgy tűnik, hogy megvalósíthatatlan, viszont Feynman, a híres Nobel-díjas fizikus óta, aki így mellékesen rájött arra, hogy hogyan lehet a műanyagot galvanizálni, aztán a mások továbbfejlesztették, úgy azóta erre lehetőség kínálkozik. Az első, a legfontosabb feladat, hogy alkalmassá kell tenni a műanyag felületét arra, hogy vezesse az áramot. Igazán a műanyag galvanizálásnak ez a lényege. Hisz, hogyha ezt sikerült megvalósítanunk, ezt követően a második lépésben egy normális elektrokémiai galvanizálási folyamat játszódik le, hasonlóképpen, mint hogyha fémet galvanizálnak. Ennek pedig az előkészítő folyamatnak az a lényege, hogy a műanyag, amelyik egy speciális műanyag, nem mindegyik műanyag alkalmazható erre a célra, ez az ABS. Az ABS, ez egy akrilbutadién stiron nevű polimer. A butadién az, amelyiket egy speciális marató segítségével, az úgynevezett kromkénsavas marató segítségével kiszedünk a polimerből. Tehát a felületen, a műanyag felületén, ami egyébként egy nagyon sík felület, mondjam tükör sima felület,
ebből ezzel a vegyipari folyamattal, a savas behatással kiszedjük a butadént, és ilyen kis gödröcskék képződnek a felületen, milliónyi kis gödröcske. Majd a későbbiek folyamán a technológia, amit most nem fogok elmondani, mert elég bonyolult, segítségével egy palládium réteget, hálót viszünk be ezekbe a kis gödröcskékbe, amelyek később katalizálják egy úgynevezett kémiai nikkel technológia segítségével a nikkel felvitelét a felületre, és ilyen 2-3 mikron vastagságú már fémes felületet kapunk. Ez már alkalmas arra, hogy kis áramsűrűséggel, alacsony feszültséggel, kémiai eljárással megvastagítsuk ezt a réteget, és gyakorlatilag elektrokémiai úton egy ilyen 2-3 mikron vastagságú fémréteget, nikkel réteget viszünk fel a felületre. És akkor elvál a csoda, van egy műanyagunk, amelyiknek a felülete vezeti az elektromosságot, és simán, mint a fémet lehet galvanizálni. Ez történik a második soron. Műanyagok látszódnak is itt a háttérben, de tulajdonképpen mik ezek a műanyagok, mik készülnek itt a soron? Mi elsősorban az autóiparra, járműiparra fókuszálunk, tehát a termékeink 80%-át az autóipar használja, de ugyanilyen dekoratív galvanizált műanyagokat felhasznál az elektronikai ipar, felhasznál a szaniteripar, a bútoripar. Ha belül a kocsijában, vagy bárki belül az autójában, és körbenéz, és ilyen csillogó-villogó dolgokat lát, az mind gyakorlatilag műanyag, amit hasonló eljárással, vagy mi, vagy pedig mások galvanizáltak, vittek rá szép fémréteget. Ugyanez vonatkozik, bemegy az ember a fürdőszobájába, és ha csak nem kifejezetten fém termékről van szó, a termékek jelentős része szintén műanyagból készül. Itt mögöttünk, amit éppen lehet látni, az egy elektronikai termék, az egyik nagy televíziógyártó számára gyártunk talpakat műanyagból, amit, hogyha ő megvesz, azt hiszi, hogy ez egy fém galvanizált termék, nagyon elegáns, nagyon jól mutat, viszont könnyű és ugyanolyan tartós, vagy ha úgy teszik, még tartósabb, mint a fém. Egy-két számot tudnánk-e mondani az új gyártósorral kapcsolatban, hogy hány ilyen darabot, elemet tudnak egy nap alatt galvanizálni? Erre azért nehéz válaszolni. Természetesen fogok mondani számokat, csak azért nehéz, mert ugye a néhány milliméter, vagy néhány négyzetcentiméter, vagy fél négyzetcentiméternyi nagyságútól a 20-30-50 négyzetdeciméter nagyságú termékig bármit föl lehet vinni a sorra. A szélessége a terméknek az akár egy autó spoiler is lehet, mert 2 méter, 2 méter 20 centi szélességű terméket is föl tudunk rá tenni, és az egészen pici, tényleg ilyen, tehát ilyen majdnem szabad szemmel alig látható felülettel bezárólag. Mi az egyes soron jelenleg 20 millió darab terméket állítunk össze, legkülönbözőbb fajtákból egy évben, 60 különböző terméket gyártunk. Ezen a soron várhatóan, hogyha vevőink összetétel nem nagyon változik, várhatóan hasonló mienségű terméket fogunk gyártani. Ennek a sornak a kapacitása 4-szer akkora, mint az egyes soré. Tehát azt jelenti, hogy akkor itt az összetétel változott, mert akár 80 millió darab terméket is képesek vagyunk előállítani. Azonban elektrokémiai területen, vagy a galvániparban inkább négyzetméterben szoktak számolni, az olyan közös nevezőre hozza az összes egyéb terméket. Az egyes számú soron a mostani lehetőség 80-100 000 négyzetméter gyártására adnak lehetőséget, itt 320-400 000 négyzetméter terméket tudunk előállítani. Hogy összehasonlítsam, ez egy, mondjuk ezzel a gyártókapacitással az első 10-be bekerültünk Európába, a nagy gyártók közé. Tehát ez egy nagyon nagy deal a mi részünkről, hogy az alsó harmadból, ha úgy tetszik, az első 10 közé kerültünk be ezzel a kapacitással, amit itt most képítettünk. Az elhangzott ugye a megnyitón, hogy ezzel a beruházással 20 új munkahelyet teremtettek. Székesfehérváron ugye már évek óta jellemző a munkaerőhiány. Önök ezt hogyan tapasztalják? Nézem, igen, ezt tapasztaljuk mi is, hogy nagyon nehéz új munkatársakat keresni. Azt elmondhatom, hogy a mi munkatársi gárdánk, akikkel régóta együtt dolgozunk, viszonylag stabil. A menedzsmentünk 6-8 év óta szinte nem is változott. A munkatársaink jelentős része is ilyen 5-8-10 éves munkaviszonyban van nálunk. Ahol a fluktuáció nagyon erős, az az új felvételizők között van. Tehát akik még a 3 hónapos próbaidőn belül váltanak. Tehát igazán a fluktuáció ezen között, az emberek között nagyon nagy. Ugye most 20 munkatársat fogunk majd megkérni, hogy szeretnénk megkérni, hogy dolgozzon velünk együtt, de az év végére ezt még plusz 20 fővel meg kell, hogy növeljük. Tehát az év végére várhatóan 40 fő, 45 fő lesz az, aki ebben az üzemben újként fog dolgozni. Nem könnyű.
a HR vezetőnek a feje az szerintem állandóan fáj, amiatt, hogy hogyan tudja föltölteni a létszámot, mert hát azért mozgások vannak, mondom, különösen az új felvételések között. De én azt gondolom, hogy viszonylag tisztességesen megfizetjük a dolgozóinkat, az sosem állítom, hogy a legjobban, hisz mindig lehet egyen nagyobbat mondani, de én azt gondolom, hogy pont azért merek erre gondolni, hiszen mondom, munkatársainkkal régóta együtt dolgozunk, igyekszünk minden évben a kondícióinkon valamit javítani. Valami kicsit, hogy érezzék, hogy nagyon fontosak nekünk, és hogy csak velük együtt tudunk együtt dolgozni. Higgy el, hogy nagyon szép ez az új üzem, nagyon fontos, nagyon sok energiánk van benne, de emberek nélkül ez egy holt tőke. Tehát ezért a legfontosabb nekünk, bármennyire is pátoszosan tűnik ez most, vagy hangzik ez így, azért az ember. Tehát az, akik itt dolgoznak, hogy érezzék, hogy megvannak becsülve, érezzék, hogy fontosak, hogy együtt vagyunk képesek nagy dolgokra. Külön-külön nem megy. Egy-két ilyen lépést ki tudna nekünk emelni, amit a dolgozókért tett? Nézze, az egyik, ami nekem nagyon fontos, hogy olyan munkakörülményeket teremtünk, ahol jól érzik magukat. Ugye ahhoz képest, amit 11 néhány évvel ezelőtt volt, ahhoz képest nem lehet ráismerni sem a cégre, sem a körülményekre. Igyekszünk a pénzügyi kondíciókat is javítani. Nyilván ebben azért limitált lehetőségünk van. Nyilván a piac ez meghatározza, hogy meddig mehetünk el. De mindent, amit megtehetünk, azt azért megteszünk. Igyekszünk olyan juttatásokat biztosítani, amiket örömmel vesznek. Szeretnénk összekovácsolni a céget, a cégben dolgozó embereket. Minden évben rendezünk legalább egy nagy összejövetelt, ahol mindenki együtt van, és ha úgy tetszik, a fehér asztal mellett jól érezzük egymást. És próbálunk olyan rendezvényeket tartani, amik talán nem az egész csapatot érinti, nem az egész üzemet, de egy-egy részét vagy egy részterületét összehozza a csapatnak. A vállalat 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás, amely tevékenységét 1992-ben kezdte. Az évek során a cég portfóliója átalakult, és igyekszik követni a piaci igényeket. Azt jelenti, hogy nem csak jelen van ennek a városnak is gyönyörű múltja, történelme, hanem nagyon szép és biztató jövője is. Arról nem is beszélve, hogy most itt a Galván Plastiknál egy olyan cégnél vagyunk, ami abszolút fehérvári, magyar tulajdonban van, hosszú ideje dolgozik, folyamatosan befektet beruház, most is egy ilyen beruházás gépsor átadásán lehetünk itt. Tehát ő maga is bízik nem csak a saját céges jövőjében, hanem a város, mint környezet jövőjében is. Úgyhogy itt a legmodernebb technológia érkezik, nagyon környezetkímélő, 20 új munkahelyet teremt, és nyilván a megrendeléseken keresztül a következő években a termelés biztosítja az itteni munkahelyeket, egzisztenciát a családoknak, a város számára pedig a továbbfejlődés lehetőségét mindenre. Arra azért van lehetőség, mert a munkavállalói kör Székesfehérváron azt gondolom, hogy nagyon erős, nagyon megbízható, nagyon nagy tudással, tapasztalattal rendelkezik. Ez egy nagyon biztonságos, kiszámítható, nyugodt környezet, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és erős város, mint környezet. És ha ez így együtt tud maradni, akkor azt gondolom, hogy ez a város nagyon szépen fog fejlődni a következő években is. Mi teszi ezt a várost nyugodt és kiszámítható környezet? Nyilván nagyon sokak munkája kell ehhez, azt is hozzámerem tenni, hogy sok évnek a munkája, ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Ennek a városnak most már közel egy évszázados ipartörténete van. És mindig minden korszakban megtalálta a következő lépcsőhöz vezető utat. Most is vannak előttünk ilyen kihívások, nézve a szakképzett munkaerő kérdésében, részben a digitalizáció, robottechnológia vonatkozásában, ezeket is meg kell ugrani, és ehhez pedig kell egy várossal, amelyik környezetet tud biztosítani. Én azt gondolom, hogy itt minden adott, mert hogy adott az együttműködés a munkavállalók, a munkáltatók, az önkormányzat, az állami szereplők között, hiszen itt is ennek a finanszírozásában is van állami szereplő. Ha ez a biztonság és nyugalom kiszámíthatósággal együtt megmarad, akkor ez a város nem csak a mában, hanem a jövőben is erős és fontos város marad. Varga Tamás országgyűlési képviselő szerint ez és az ehhez hasonló beruházások a város fejlődéséhez is hozzájárulnak. Székesfehérvár erős gazdasága, attól erős, ez az egyik erős bástyája a kis- és középvállalkozások. Egy ilyen üzem átadásán voltunk ma itt, és néztük meg magát az üzemet. Kicsiből indult és növekedett, egyre nagyobb, egyre jelentősebb, egyre nagyobb hozzáadott értékkel dolgozik, és éppen délután beszélgettem egy kis vállalkozóval, aki arról panaszkodott, hogy milyen nehéz átlépni azt a Rubikont, hogy az ő jó elképzelését, az ő jó ötletét üzleti tervvel megtámogatva elfogadja egy bank, és olyan hitelt adjon, ami
természetesen neki is elfogadható. És itt most annak láttuk a példáját, hogy a magyar állam az Exim Bankon keresztül tudja és akarja támogatni a kisvállalkozásokat, közepes vállalkozásokat, hogy növekedjenek, egyre erősebbek legyenek. Úgyhogy megint itt vagyunk az állam, a város összefogásánál, és azt gondolom, hogy ez az az út, amin ha megyünk tovább, akkor újabb jelentős sikereket élünk el Fehérváron. A beruházással 20 új munkahely jött létre, és ezen felül a közeljövőben még 20 embernek biztosíthat munkahelyet a galvanizáló üzem. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!